Maite Peroni, Molnár Ilona. William Lévi, Posta Viktor. További magyar hangok. Szórádi Erika, Andrész Kati, Kisfalvi Krisztina, Círják Csilla, Kisvirág, Orosz István, Bókai Mária, Kajtár Róbert, Kis Eszter, Makranci Zalán, Rancsó Dezső, Seres Dániel, Seder Gábor. Árva Angyal. A későbbi magatartásával azonban bizonyította, hogy méltó rá, hogy felnevelje a lányát. Azt akarja mondani, hogy... Hogy a kislánya magával maradhat az otthonában. A pert önnyerte, dr. Szán Román, és ezzel le is zárom ezt az ügyet. A másik dologról, atyám. Hát, a másik dolog az már egy másik dolog, nem? Jaj, majd elmondom, ha biztos lesz. Egy állásajánlat, de ez még titok. Hm? Maria de Jesus, te tanúskodtál a bíróságon dr. Juan Miguel San Román ellen a kislányával kapcsolatban? Igen, atyám. Kihallgattak? Igen. És mit mondtál? Amit mondanom kellett. Sajnálatos, hogy Juan Miguel anyósa ilyen jól fel tudott használni téged arra, hogy véghez vigye a saját ördögi tervét. Ahogy már mondtam, egész biztos segítettél abban, hogy elvegyék a kislányt Juan Miguel San Romántól. És akkor most hazudnom kellett volna, vagy mi? Nem. Tudod, hogy hazudni bűn. Soha nem szabad hazudni. Főleg, ha esküről van szó, Maria de Jesus. Nem, igen, értem, megértettem, de tudja mit, atyám, nekem most mennem kell, tudja emiatt a munka miatt. Ha most nem megyek, nagyon el fogok késni, és a végén sajnálni fogom. Viszontlátásra is, szép napot! Pajti, apukám, anyukám, légy szíves! Nagyon rosszul van, Onélia. Anyucika. Nagyon magas a láza. Nem kéne mégis orvost hívni, asszonyom. Én is jól tudom, hogy mit kell tennünk Bálina. És Májita, egyáltalán nincs olyan rosszul. Miért nem hívjuk ide Eduardót? Meg tudja vizsgálni. Kérlek! Felhívom őt, jó? Jó van, hív fel. Gyere! Jó. Most felhívom, de aztán megyek, mert sok a dolgom. De időnként ide szólok. Anya! Apa! Tessék! Alejandra egy nagyon-nagyon szegény lány. Rossz körülmények között nőtt fel. Olyan, mint te. Fekete hajával, bőrével, lágyságával. Soha nem tudta volna... Mit újság, Amador? Csöndet kérünk, ember! Jól van akkor. Felvétel van. Na, csak azért jöttem, hogy megnézzük, jó színésznő lennék-e vagy sem. Mehet. Mehet? Mario! Igen, uram. Megkérem. És most? Köszönöm, Letícia. Gyere. Szeretnék veled beszélni. Mi történt? Az igazság az, hogy ez nem éppen kellemes. Nem akartam semmit mondani, de...
Úgy éreztem, a sok éves barátságunkat árulnám el azzal, hogyha nem tennék egy lépést sem ebben az ügyben. Nem értelek, megijesztesz. A gyerekekkel van valami? Nem velük. Hát akkor? A fenébe, Viviana, mondd már el! Gustavóról van szó. A férjedről. Hát akkor ülj ide. Figyelem, készüljetek. Jól van. Megy a szöveg fejből? Hát, úgy nagyjából. Ez sokszor elolvastam az elejét, de akkor aztán... Mi? Hé, Reynaldo! Igen? Nagyon nagy zajt csináltok. Teljes csendet kérek, uraim. Jó. Szóval én sokszor elolvastam, de aztán mire megjegyeztem néhány sort, az előtte lévőt elfelejtettem, és így eléggé nehéz volt. Szerintem itt jó lesz. Rendben. Csináljunk egy próbát. Te leszel Alejandra. Életedben először vagy szerelmes. És mindenki ellenetek van. Szép álmaid vannak, reménykedsz. És ugyanakkor rettegsz is tőle. Gyere, elkezdjük, állj ide. És akkor első sor? Mondjad, Maricsú. Azt hittem, mindent elrendeztünk. Kevesen. Köszi. Csendet! Itt egy önjelölt színésznő. Kiment a fejemből az idegességtől. Segíts nekem egy kicsit, hallott? Ne legyél olyan, mint ezek. Rendben. A mondat M betűvel kezdődik, drága. Igen. Igen. Még láthatlak. Ezt nem bírom tovább. Olyan hideg vagy hozzám. Vágyom a halált, a magányos halált. El kell válnunk, szerelmem. Nem így kell, Maricsúj. A szemembe. Nézz ide. El kell válnunk, szerelmem. Maricsúj. Úgy sajnálom. Hát komolyan. Jól van, igen, jó, jól van, most már mondhatod. Nem nevetek. El kell válnunk, szerelmem. El kell válnunk, szerelmem. Hát az mi? Vajon mit látnak szemeim? Jó. Kezdetnek jó, nagyon jó. Gyere, Pajti! Hol fáj, Majta? Jöjjön ide, Pajti! Kicsoda? Ki a Pajti? Pajtikám! A kis kutya! Valami kutyát hívogat. Igen, kutya. Ez az a kocs kutya, amit Maricsúj hozott ide, amikor kutya. Ide költözött. Pajti! Maricsúj aztán egy mosónőt küldött, hogy vigyel a kutyát innen. És